kicsit a tartalomból, hagy villancsok fel néhány fontos részt. Meg szeretnék mutatni egy hétköznapi példán keresztül egy módszertani különbséget, hogy milyen volt régen, és milyen manapság az információ áramlás, az információk átadása. Úgy is mondhatnám, hogy mi a különbség a hagyományos és a digitális világ, illetve az adatok között. Nagyon fontos az, hogy megismerjük majd ezt a közös, egységes felületet, hiszen ez szolgáltat majd nekünk nagyobb hatékonyságot, illetve ettől lesz majd termelékenyebb a munkánk. Ahogy András is már az előjáró szavakban elmondta, kihívásokra kell nekünk választ adni, különösen ebben a jelenleg kialakult helyzetben, ahol nagyon sokan otthoni munkavégzésre kényszerültek, ugyanúgy fontos az, hogy elérjük az adatokat, elérjük az információkat, mindez gyorsan, hiánytalanul, és mindig az aktuális információkat érjük el. Erre ad nekünk megoldást az, hogy az adatainkat felhőben tároljuk, amit bárhonnan, bármilyen eszközről elérünk majd. És nagyon fontos az, amit a bevezetőben is elmondtam, hogy a 3D adatok azok, amik a legtöbb információt tartalmazzák számunkra, és nem csak számunkra, hanem a kollégáink, a különböző szakterületen dolgozók számára is, hiszen ugyanazon az adaton fog tudni dolgozni gyakorlatilag az összes kollégánk, partnerünk. És akkor egy hétköznapi példával engedjék meg, hogy szemléltessem, hogy miről is van igazából szó. Míg régebben, főleg régebben a repülőgépeknél a beszállókártya egy papírra nyomtatott kis cetlike volt gyakorlatilag, ami rengeteg információt tartalmazott. Ezzel viszont sajnos van egy picike gond, miszerint ha bármilyen információ megváltozik, amit azután változtattak meg, hogy mi azt kinyomtattuk, onnantól kezdve az a beszállókártya már elavult, sajnos nem használható. Ha azt használnánk, akkor egész egyszerűen lemaradnánk a gépről. Ezzel szemben, hogyha digitális beszállókártyát használunk, ami például mobiltelefonunkra vagy bármilyen digitális eszközünkre érkezik, akkor ott automatikusan frissülnek az információk, így biztosíthatjuk azt, hogy nem maradunk le semmilyen fontos információról, jelen esetben például, hogy megfelelő kapuhoz tudunk menni. Ugyanez nagyon fontos, ez a különbség a kommunikációban, ugyanis a hagyományos kommunikációban közvetlenül beszélgetünk egymással, esetleg e-maileket váltunk, telefonálunk, de ugyanez meg tud történni egy kisebb körben, akár vállalaton belül, vagy akár vállalaton kívül, ami még néhány fős társaságnál ez nem is annyira nagy probléma. Azonban, hogyha bármelyik tagja ennek a körnek megváltozik, plusz ember csatlakozik bele ebbe a körbe, kívülre vagy belülre, akkor onnantól kezdve már nem annyira egyértelmű ez a kommunikáció. Esetleg valakit lecserél, vagy egy plusz tagja lesz ennek a körnek, akkor onnantól kezdve bele kell tenni egy újabb infohalmazban, amit vagy megkap a kollega, vagy nem. Éppen ezért megoldást tud az nyújtani, hogyha egy adatbázison keresztül kommunikálunk egymással. Mindenki ugyanazt az információt látja, ugyanazokhoz az adatokhoz fér hozzá, a kommunikáció minden területén. És ez egy közös platform segítségével tud működni, ami gyakorlatilag a fájl alapú rendszert lecserélve egy modell alapú rendszer, egy adatbázis alapú rendszerben fog tudni működni. A mai előadásban főleg a 3D-s adatoknak a kezelése lesz a központban, hiszen a model-based system engineering lesz az, amit leginkább szeretnénk kihangsúlyozni, és független attól, hogy milyen tervező szoftverrel készült ez a 3D-s adat, ugyanúgy fogjuk tudni kezelni, és ugyanazt a 3D-s adatot fogjuk tudni használni. Gyakorlatilag egy rövid, picike kis demonstráció segítségével szeretném majd bemutatni önöknek, hogy hogyan lehet ezt könnyedén és közérthető módon kezelni, használni. Mégpedig úgy, hogy két szereplő segítségével, egy kollégám, Tóth Áron és jó magam fogjuk majd ezt bemutatni. Tóth Áron lesz a projektmenedzser, én pedig a tervező mérnök szerepét látom el, aki ezt a módosítást majd védrehajtja, amit majd önöknek nem sokára bemutatok.
Maga az online felület, ami az adatbázis megjelenítését képzi, gyakorlatilag ugyanazt az adatot tartalmazza, ugyanazt az adatot látjuk ott, mint egy 3D-s alkalmazásban, nem egy másolatot, nem egy reprezentációt. Valakinél van egy másolat, valakinél van egy alulvonásos verzió, régi, új, stb. Ezeket el lehet felejteni, hiszen mindig a legaktuálisabb, legfrissebb információval tudunk dolgozni. Úgy lehet ezt a legjobban elképzelni, mint ahogy régebben voltak az Excel fájlok, küldözgettük egymásnak, kiki a saját verziójába belejavított, plusz egy cellát hozzárakott, vagy egy oszlopot, valaki elvett. Ezzel szemben ma már nagyon divatos a Google-nek a táblázatkezelője, ahol egy időben, egy azon dokumentumon fogunk tudni dolgozni, legyen szó táblázatról, vagy egy szöveges dokumentumról. Ugyanez tud működni az iparban a háromdimenziós modellekkel, összeállításokkal. Engedjék meg, hogy ezt a kis demót bemutassam. Ez az első lépés, ahol Áron belép, láthatjuk, hogy egy olyan tudásbázisban találjuk magunkat, amit a szervezet maga épített föl. Itt láthatjuk, hogy ezt a kis Wikipédia oldal gyakorlatilag saját magunk tudjuk szerkeszteni. A különböző know-how-t bele tudjuk tenni, legyen szó egy PDF-ről, egy videóról, különböző képekről, vagy bármilyen olyan információról, ami támogatja az adott projektet. És ahogy itt is láthattuk, sajnos a szóban forgó hajtóműnek a háza ütközik az egyik fogaskerékkel, éppen ezért szükséges ezt kijavítani. Ehhez nagyban támogatja a munkát az, hogy létre tudunk hozni egy különböző feladatokból álló halmaz gyakorlatilag, és most láthatunk is egy ilyet, ahol egy feladatot címez nekem Áron. Be lehet természetesen állítani azt, hogy mikorra kéne ezt elkészíteni, mennyi ideig tartott ez a munka, és ahogy mondtam, ugye ezt én nekem kell elvégezni ezt a feladatot. Ki kell javítani a hajtóműnek a házát. És ugye itt nem ér véget a történet, ugyanis nem csak arról van szó, hogy a feladatot leírtuk, hanem a pontos beazonosítás véget, azt a hajtóműház modellt, illetve egy ilyen kis, majd láthatjuk, egy egyértelműsítő képet hozzá lehet csatolni a feladatunkhoz, a taskunkhoz. Ez azért nagyon fontos, mert így elkerülhetjük azt, hogy elbeszéljünk egymás mellett, ugyanarról a modellről, ugyanarról az adatról beszélünk végig. Láthatjuk, hogy az online felületen, ez egy webböngésző, szépen megjelenik minden egyes adat. És ezt nem győzöm hangsúlyozni, ez az egyetlen adat, amivel mi végig dolgozni fogunk. Itt láthatjuk, hogy a jól ismert kedves eszközöket gyakorlatilag a nagyon nagy részét itt is elérjük, meg lehet jeleníteni, alkatrészeket el lehet rejteni, a színezés is teljesen jól működik, és a modellfaj, illetve a modell természetesen összhangban van egymással. És akkor itt megjelenik az a 3D Markup nevezetű kis képsor, vagy akár csak egyetlen egy kép, ami egyértelműsíti a feladatunkat. Gyakorlatilag ezt el lehet készíteni, ezt a kis kinagyított képecskét, ahol metszetek segítségével, mérések segítségével, vagy egy aprócska kis zászló segítségével tudjuk adni az információt társunknak, hogy mit is kell csinálni, meg én is a felületre, ahova nekem már címezték ezt a feladatot. És hát látható is, hogy megjelent a saját feladatlistámban ez a hajtóműház javítása nevű task, feladat, ahol a becsatolt modellek segítségével be tudom azonosítani, hogy éppen miről is van szó. Ugye itt szintén ugyanarról az online felületről beszélünk, ugyanazokról az adatokról, megjelenik a legfrissebb, aktuális állapota ennek a modellnek. A megjelenítést személyre lehet szabni, különböző árnyalási metodikák vannak, ez igazából személyre szabható, kinek mi a kedves. Ugye egyértelműen meg kell adni, hogy mi is a feladat, mi is az, amit el kéne végezni, ugye a hajtóműház kijavítása az a feladat, amit nekünk meg kell csinálni. Ugye itt látható az, amit az előbb is láthattunk, hogy egy ilyen kijelölés, illetve egy beazonosítás után egyértelmű lett az a feladat, hogy nekünk mit is kell elvégezni. Azt a házat, ami a fogaskerekeket körbeveszi, az kicsit módosítani kell. Itt az elrejtés, megjelenítés tökéletesen működik,
így szintén kicsit egyértelműbbé tudjuk tenni a feladatunkat. És ami szintén támogatja a munkavégzést, az a kommentelés. Egymásnak lehet üzenni, ezzel is jelezve azt, hogy elkezdtünk dolgozni a feladattal, vagy ha esetleg plusz információra van szükségünk, vagy valami nem olyan egyszerű, mint amilyen az első ránézésre tűnik, akkor itt ezt meg lehet üzenni. És ami a nagyon-nagyon jó ebben, hogy gyakorlatilag egyetlen egy kattintással már is megnyitottuk a specifikus 3D-s alkalmazásban azt a modellt, amivel nekünk dolgozni kell. Itt ez nem egy másolat, nem egy duplikáció, ez az a modell, a teljes modelltörténettel, minden információval, amivel az rendelkezik. És így a mérnök már is képes arra, hogy az adatbázisból megnyitott adatot megváltoztassa. Itt a megfelelő érték beírásával rögtön helyreállt a rend, és már is jó eséllyel elkönyvelhetjük azt, hogy nincsen az a csúnya ütközés, amit előbb láttunk. Tehát azért nem menjünk el ilyen gyorsan a téma mellett. Egy metszet segítségével győződjünk meg róla, hogy valóban így van, és átláthatjuk, hogy tényleg úgy tűnik, hogy kellően nagy az a hézag, ami a fogaskerék és a ház között látható. Itt jön az a lépés, ami a legfontosabb talán, hogy megkülönböztetve az eredeti rossz verziót az újtól, egy újabb emelt revízióval mentsük föl az adatbázisunkba, ami gyakorlatilag egy sikeres mentés után azonnal megjelenik az online felületen is. Itt tényleg néhány másodpercre kell gondolni, amint befrissítjük az adatbázisunkat, rögtön láthatjuk, hogy az online felületen megjelent az új, aktuális, mindig az aktuális modell. Ugye nincs gyakorlatilag hiba lehetőség, hiszen mindig a legfrissebb modellel dolgozunk. Láthatjuk is a modellfában a B1-es revízió került megjelenésre, és nyilván az ördög nem alszik, muszáj további önellenőrzést elvégezni. A ház felső nevezetű alkatrészt módosítottuk meg, és láthatjuk, hogy egy nagyon segítőkész, tényleg látványos kis alkalmazás segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy két különböző alkatrész, vagy úgy, mint ahogy a mostani példában is látjuk, egy azon alkatrész két külön revízióját össze tudjuk hasonlítani. Ugye itt az látszik, hogy a narancssárga a régi, a kék az új modellnek a sziluettjét mutatja, a szürke rész pedig ugyanaz, ami az pedig azt mutatja, ami nem változott. Így szintén sokkal látványosabb lesz a különbség. Továbbá a markup, ez a 3D markup, ahol a feladat pontosítva lett, ott is már az aktuális friss modell lesz látható. És akkor, ahogy már említettem, a kommentek segítségével lehet egymásnak üzenni, lehet egymásnak átadni az információt, hogy éppen hol tart az adott projekt, az adott feladat, és így a közösségi médiából is jól ismert ilyen tag rendszerrel meg lehet egymást külön jelölni. Amint Áron belép, láthatjuk, hogy jobb fölül a menüsorban a kis harangnál meg is jelent neki az értesítés, hiszen egy kommentben őt megjelöltük. Ugye erről azonnal értesülni fog, nem marad de senki semmilyen információról. Ugye mivel az egész task, ez a feladat tartalmazza, folyamatosan hurcoljuk magunkkal az információt, a modelleket, ezért könnyű beazonosítani, nem kell mindig kikeresni, cikkszámokat megegyezni, vagy azokra külön rászűrni, hanem ezt visszük magunkkal, és könnyű beazonosítani, hogy miről is van szó. Ugye ahogy itt is láthatjuk, ahogy Áron belépett, rögtön ő is az aktuális friss információkat fogja látni. Itt a megjelenítésnél is könnyen elérhetőek az egyszerű kis eszközök, mint a metszet, vagy akár a mérés, de számos megértés segítő kis alkalmazás is megjelenik. Ugye itt a beazonosítás nagyon könnyű, ugye amint a modell térben látunk, ugyanazt a modell fával is ki tudjuk jelölni, és fordítva. És ugye egy project managernek fontos feladata az, hogy leellenőrizze a kollégáinak, beosztottjainak a munkáját. Áron is megnézi, hogy tényleg jól sikerült ez a módosítás, össze lehet hasonlítani a két modellt, és látható, hogy tényleg nagy a különbség, és a B1-es, az a kék, az így önállóan úgy tűnik, hogy sokkal jobb lesz, mint az előtte lévő, ami belemetszett a fogaskerekekbe. És akkor, hogyha itt ezt
jónak ítéljük, akkor igazából még itt sajnos nincs vége a feladatnak. Ugye nagyon sokszor még azért a mai napig is elkerülhetetlen része a tervezésnek az, hogy kétdimenziós műszaki rajzokat készítsünk. Ugye ehhez az alkatrészhez is, a ház felső részéhez is készült műszaki rajz, viszont az nem lett aktualizálva, nem lett frissítve. Ezt az online felületen ugyanúgy meg lehet tekinteni, nincs szükség köztes formátumban mondjuk egy PDF-be menteni. Ez a tervező szoftvernek a saját kiterjesztésében készült, saját fájlja. Gyakorlatilag ezzel megint csak azt tudjuk kikerülni, hogy nem konvertálunk ide-oda, hogy nem maradunk le a járatunkról, hogy a bevezetőben látott kis repülős példára visszautaljak. És itt viszont sajnos azt láttuk, hogy a műszaki rajz nem lett aktualizálva, úgyhogy a projektmenedzserünk Áron visszadobja a labdát, és muszáj a műszaki rajzot is megcsinálni, értelemszerűen, hogy a gyártás, illetve a fejlesztésben résztvevő összes tag aktuális, friss információkat lásson. Ugye itt a különböző taszkoknak, feladatoknak az életciklusát, állapotát ide-oda lehet mozgatni, úgyhogy nem csak egy irányú, nem csak előre tudunk haladni, hanem ha kell, akkor a felülvizsgálati állapotból vissza tudjuk tenni a munka fázisba, hiszen még ezzel dolgozni kell. Ahogy meglettem én említve az előbb látott kis kommentben, úgy arról én is megkaptam a megfelelő értesítést, és ennek segítségével be tudom azonosítani, hogy miről is van szó. Ugye itt a rajzot is frissítsd, kaptam az utasítást, úgyhogy ehhez mérten frissíteni kell a rajzot. Itt szintén nagyon fontos kiemelni, hogy ha gyakran használunk egy-egy modellt, mert mondjuk folyamatosan dolgozunk vele, akkor azt egy ilyen, mint egy kedvencek között el tudjuk tárolni, és akkor így könnyen meg lehet keresni, gyakorlatilag ott lesz rögtön az előtérben az a gyakran használt modell. Ugye itt van az a kapcsolatháló, amit mindig fel lehet deríteni. Meg lehet nézni, hogy melyik alkatrész hova épül be, milyen úgymond gyermekei vagy szülei vannak. Például ez a műszaki rajz, ennek a ház felsőnek a gyermeke, hiszen abból származtattuk. Most azt látjuk, hogy a friss, aktuális modellt benyitottuk a megfelelő alkalmazásba, és utána, ha mellé nyitjuk a műszaki rajzot is, mivel folyamatos a kapcsolat a két elem között, a műszaki rajz és a 3D-s elem között, gyakorlatilag egyetlen gomb lenyomása a frissítés után már is látjuk, hogy minden egyes bekötött méret, bármilyen információ továbbra is linkelve marad, nem kell újra rajzolni semmit, ugyanazzal a metodikával látjuk az éppen aktuális állapotát a műszaki rajzunknak. Ugye ez az, amit szintén az adatbázisban egy emelt revízióval érdemes elmenteni, hogy megkülönböztessük a korábbitól. És itt is igaz az, amit az elején is láttunk, hogy amint az adatbázisba fölmentettük a dolgokat, egy frissítés után elérhetővé válik, és látszik, hogy mit, miből származtattunk, így sokkal könnyebb felderíteni ezt a kapcsolati hálót, ami sok esetben azért hát tud fejvakarást, illetve nagyon sok időt tud igénybe venni. És láthatjuk, hogy itt van az az aktuális friss műszaki rajz, amit az imént készítettünk el. Ez nem egy PDF vagy egy kimentett verzió, ez az a 3D-s programban készült műszaki rajz, amit az előbb láttunk. Amit szintén a taskhoz lehet csatolni, ezzel is megkönnyítve a beazonosítást, a keresést ki lehet ezáltal küszöbölni, és szintén az előbb látott módon lehet egymásnak üzenni, illetve tegek segítségével meg lehet egymást jelölni. Ugye amint megüzentük a társunknak, hogy elkészült, értelemszerűen erről értesítést kap, és már csak az van hátra, hogy ezt a bizonyos rajzmódosítást is megvizsgálja Áron. Nézzük is, hogy mit kell még megcsinálni. Ugye átkerült ebbe a felülvizsgálat, in review állapotba ez a task, és ugye a megjelölést látjuk, hogy kis csengő formájában erről értesítést kapott Áron.
Amint belépett a TASZ-ba, látszódik, hogy ott van a szöveg, ami arra utal, hogy nézze meg a 2D-s rajzot, és rögtön direktbe az adott feladatból látjuk azt, hogy gyakorlatilag meg lehet nyitni, és rögtön szemmel látható, hogy már ez bizony az aktuális friss modell, megfelelő paraméterekkel, megfelelő formával. Így gyakorlatilag láthatjuk, hogy nagyon könnyedén, gyorsan, és mindig ugyanazon az adaton fogunk tudni dolgozni, ami értelemszerűen a hatékonyságot fogja tudni növelni. Ezáltal ez a feladat complete, azaz teljesített fázisba került át. És ahonnan a legelejéről elindultunk, egy belső Wikipédia oldalról, oda lépünk most vissza, ahova gyakorlatilag a saját tudásbázisunkat tudjuk felépíteni. Ezzel fogjuk tudni növelni a saját vállalatunknak a információ halmazát gyakorlatilag, ahol bárki rá tud keresni az információkra, és ha esetleg hasonló problémája van, vagy valamilyen olyan adatot talál, amire neki szüksége van, azt innen meg tudja keresni, nem kell folyton böngészgetni, vagy keszekusza belső hálózaton keresgélnie. Ugye, ahogy a legelén is mondtam, képeket, videókat, linkeket, bármilyen, akár külső hivatkozás, például egy YouTube link be lehet tenni, de akár köztes formátumokat, PDF-et, rajzokat, bármit. És ezzel gyakorlatilag el is érkeztünk oda, hogy néhány lépés segítségével egy nagyon komplex feladatot meg tudtunk csinálni. Most itt a komplex alatt nem azt értem, hogy egy méretet át kellett írni, hanem maga a logika, hogy egy fejlesztési folyamatot tényleg néhány egyszerű eszköz segítségével könnyedén meg tudtunk oldani. Azonban itt még nem áll meg a dolog, ugyanis ugyanezen az adaton rengeteg más kollega is tud dolgozni. Például ne felejtsük el, hogy ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen az, hogy egy adatot, egy modellt a terhelésekkel ne szimulálnánk le, amire kollégáim fognak majd egy későbbi webinár kapcsán választ adni, hogy ez hogyan is működik pontosan, ez csak egy kis ízelítő. Egyik későbbi webinárunkban lesz szó arról, hogy hogyan lehet majd ugyanazokon az adatokon dolgozni, szimulációt futtatni, vagy akár egy gyártástervezést is el lehet végezni. Jogos a kérdés, hogyan digitalizálhatjuk a gyártástervezést. 4 kérdésre keressük minden esetben a választ. Egyik kérdés az, hogy mit szeretnénk gyártani, utána az, hogy mikor. Nem mindegy az, hogy előre legyártok 100 darabot valamiből, csak foglalja a helyet, útban van, esetleg közben megváltozik, tehát gyakorlatilag elavulttá válik, és kidobhatjuk. Fontos azt az elején rögtön leszögezni, hogy hol szeretnénk ezt gyártani, esetleg több eszközünk van, több gyártórészlegünk, nem mindegy, hogy melyiket terheljük le. És hát értelemszerűen nagyon fontos azt kitalálni, hogy hogyan szeretnénk azt legyártani. Forgácsoljuk, öntjük, vagy esetleg valami modern 3D nyomtatással fogjuk azt megcsinálni. Ezeket mind érdemes már rögtön az elején kitalálni, és ez szerint megtervezni a gyártást. Ezek jönnek majd a későbbi webinár kapcsán, amiről még nem sokára ejtek néhány szót. És az eddig látottakat a Power BI névvel illette a Dassault System, ami arra utal, hogy gyakorlatilag egyetlen egy közös platformba be lehet csatlakoztatni gyakorlatilag mindent, minden specifikus alkalmazást, legyen szó 3D szoftverekről, vagy az előbbi 2D-en megvillantott gyártástervező vagy szimuláció szoftverekről. Ezzel kapcsolatban 6 kérdés merül föl, ami biztosan választ igényel. Egyik az talán az egyik legfontosabb, hogy biztonságos-e ez számunkra. A válasz az, hogy egyértelműen igen, ugyanis biztosítani tudjuk azt, hogy az adatok megfelelnek, az adatbiztonság megfelel az autóipari elvárásoknak, ami úgy gondolom, hogy az adatbiztonság egyik csúcsát képezi. Mivel az egész rendszer felhő alapon működik, az elérhetőség a 7-7 napján, a nap 24 órájában bármikor elérhető, innentől kezdve bármilyen eszközről, bárhonnan, bármikor elérhetjük az adatainkat. Mivel ugye a felhőben tároljuk az adatainkat, a szervert nem nekünk kell biztosítani, ezért könnyen belátható az, hogy kisebb IT csapatra lesz szükségünk, hiszen egész egyszerűen nem nálunk van a informatikai szüksége annak, hogy ezeket az alkalmazásokat telepítsük, vagy nagyon
foglalkoznunk kell vele. A bekerülési költség faraglagosan nagyon alacsony, hiszen pont emiatt, hogy a szolgáltatás nagy részét nem nekünk kell biztosítani, a gyártó támogat ebben minket. A beüzemelés és a telepítést azt egy kalap alá venném, gyakorlatilag néhány kattintás alatt megoldható az, hogy működjenek a rendszerek. Nem kell hosszas telepítést végigvárni, nem kell hozzá programozónak lenni, gyakorlatilag a legegyszerűbb informatikai tudásra rendelkező felhasználó is végig kattintgatja simán, és onnantól kezdve működik. És akkor így összefoglalásképpen szeretném néhány mondatban az elmúlt néhány percnek a savaborsát összefoglalni. Ugye azáltal, hogy specifikus alkalmazásokat szeretnénk használni, például egy tervező szoftver, gyakorlatilag, ha ezt össze tudjuk kötni az adatbázisunkkal, nagyon hatékonyá tudjuk tenni a munkánkat. Ugye a beüzemelés és a használat, az előző dián is említettem ezzel kapcsolatban néhány dolgot. Nagyon egyszerű, tényleg nem igényel nagy informatikai tudást, néhány next, finish, és már kész is. Költséghatékonyság, úgy gondolom, hogy magáért beszél. Biztonság pedig szintén, hiszen ha az autóipari szabályoknak megfelel, akkor úgy gondolom, hogy annál magasabb biztonságot valószínűleg egy saját rendszer sem fog tudni nyújtani. És azáltal, hogy ugyanarról az adatról, ugyanazon a felületen beszélünk, szintén fel tudja gyorsítani a folyamatot, ami a terméknek a hamarabb piacra kerülését tudja nyújtani, ami egyértelműen versenyelőnyhöz juttatja az ügyfelet. AutoCAD integrációra van-e lehetőség, illetve hogy van-e arra lehetőség, hogy partnereket, ügyfeleket behívjunk és meghívjuk a saját rendszerünkbe, hogy tudjunk adatcserét biztosítani velük? Mind a két kérdésre igen a válasz. AutoCAD integráció is van, igen, nagyon sokan használnak AutoCAD-et, jogos a kérdés, minden gond nélkül működik, hibátlanul. A partnerek beírása pedig ugyanúgy egy igen választ kap. Külső partnereket is meg lehet hívni, így nem szükséges az, hogy mi egy vállalaton belül jól kezeljük az adatainkat, majd ezt kiküldjük, és az egész gyakorlatilag, mint a semmisnek tekinthettük volna. Nagyon jól tud működni a külső partnerekkel és a kapcsolat. Itt olvasok egy kérdést határidő meghatározásával kapcsolatban. Igen, van lehetőség arra, hogy a kapacitást nézzük. Most az egyszerű példa miatt ezt nem mutattam be, de teljesen jól láthatóan egy gyakorlatilag több projektmenedzseri eszköz is rendelkezésre áll. Gantt diagramok, minden egyéb külön leterheltséget lehet vizsgálni, így a már leterhelt mérnököt nem feltétlenül kell tovább terhelni, és ez jól látszik. Vagy akár, hogyha mondjuk egy feladat többet vesz igénybe, akkor azt lehet módosítani, és akkor még inkább egyértelmű, hogy melyek azok a kollégák, akik le vannak terhelve. Felhőalapú tárolás az egyik megoldás, és igen, van lehetőség arra, hogy lokális, úgynevezett on-premise rendszert alkalmazzunk. Ilyenkor viszont a szervert, illetve magát az adatbázist, azt a saját vállalatnak kell ugye biztosítania. Két lehetőség is van, olyan is előfordulhat, hogy fizikailag a saját cégünknél van ez a szerver, de azt is meg lehet oldani, hogy ugyanúgy felhő alapú lesz a szolgáltatás, de egy dedikált, külön elérésű szerver, ami se fizikálisan, se logikailag, semmilyen módon nem csatlakozik máshoz, így az adatcsere végképp teljesen kizárható, bár a klasszikus alap felhő szolgáltatásnál is megvan az a biztonság, amit már említettem. Üzleti és műszaki követelmény specifikációnak megfelelés milyen módon összekötni elfogadás megfelelő ciklus folyamatával. Így gyakorlatilag különböző specifikus alkalmazások vannak, amik ezt lehetővé teszik. Ha az ügyféltől jönnek különböző formában az igények, azokat a saját rendszerünkbe tudjuk konvertálni, és így egy belső, az előbb látott ilyen task rendszeren keresztül lehet ezeket kezelni, kiosztani a feladatokat, és igazából szépen bele lehet integrálni ezeket a lépéseket a saját eszközeink közé gyakorlatilag. Köszönöm szépen!
További szép napot, viszontlátásra!